Köszöntöm kedves nézőinket, a Pomász TV képernyői előtt Erményi Brigitta vagyok. Nézzük, mivel várjuk nézőinket a képernyők elé. Ma kivételesen mesével kezdünk. A Láda Színház Lenka és Palkó című meséjét hallhatjátok. A mese után hírek, majd torna, egy kicsit megmozgatjuk magunkat. Ezt követően sztárportré sorozatunk jelentkezik. Művészvilág sorozatunkban kortárs ékszer kiállításra hívjuk Önöket. Ezután a magyar jazz élet egyik meghatározó, külföldön is rendszeresen koncertező művészét, Bágyi Balázs dobost és zeneszerzőt, illetve zenekarát hallhatják. Kedves gyerekek, a Láda Színház Lenka és Palkó című meséje következik. Két mesét fogok nektek elmesélni, mindkettőt én írtam és rajzoltam. Az egyik a Lenka, a másik pedig a Palkó című mese. Először a Lenkát mesélem el nektek. Egy szép májusi éjjelen éppen teli holdkor született Lenka. Vajon ezért-e vagy másért, de épp olyan szép kerek lett ő maga is, mint a teli hold. A szüleim nagyon szerették. Még a csillagokat is lehozták neki az égről. Ő azonban... Mégis magányosnak érezte magát, mert barátai nem voltak. Egy napos őszi délután Lenka éppen az ablakpárkányon rajzolgatott, amikor az anyukája benyitott hozzá. De hát egy csöppet sem lepődött meg azon, hogy Lenkát éppen rajzolás közben találja. Lenkának a legjobb barátai ugyanis a ceruzák voltak, meg az ecsetek, a filcek, a kréták, minden, de minden, amivel csak rajzolni lehetett. Jaj, kislányom, mit kuksolsz itt bent ezen a szép napon? Menjél ki szépen a térre, és játsszál a barátaiddal. Lenka, hallod? Nem megyek. Különben is nincsenek is barátaim, mindenki csak csúfol, mert ilyen dagi vagyok. Jaj! Dehogy is vagy te dagi! Pont így vagy szép, ahogy vagy. Na, nem mondjam még egyszer, vedd fel szépen a cipődet, és irány le a térre. Hát Lenkának semmi kedve nem volt abba hagyni a rajzolást, de hát mit van mit tenni? Anya szava parancs. Így hát letette a ceruzát, a rajzát pedig ott hagyta az ablakpárkányon. Felhúzta a kopogós lakcipőjét, és elindult a térre. Cipő sarkának kopogása még akkor is ott visszhangzott a lépcsőházban, amikor Lenka már rég a téren ácsorgott, és azon tűnődött, hogy merre menjen. Egyszer csak a távolban ugróiskolázó gyerekeket vett észre, odaszaladt hozzájuk. Sziasztok, Lenka vagyok. Beállhatok? A gyerekek válaszra sem méltatták. Közelebb szaladt. Sziasztok, Lenka vagyok. Beállhatok? Te? Nem is tudnál te ugrálni. Barátkozzál te csak a nyuszikáddal. Röfike, röfröfröf, röfike, röfröfröf. Azzal ott hagytak néhány krétát, és elszaladtak. Hát Lenka kicsit elszomorodott, de odament az ugróiskolához. Azonban nagyon megörült, amikor megtalálta az ott hagyott krétákat a földön. Gyorsan zsebre dugta őket. Ez még jó lesz valamire, gondolta magában. Aztán tovább szaladt. Lenn a téren ugróiskolázó lányok játszottak, és karikázó kislányok játszottak a rengeteg karikával. Olyan gyönyörűen pörgött, forgott a sok karika a kezük, lábuk, fejük körül, hogy Lenka már a nézésébe is belefáradt. Oda ment hozzájuk. Sziasztok! Beállhatok? A lányok válaszra sem méltatták. Biztos nem hallották. Közelebb szaladt. Sziasztok, Lenka vagyok. Beállhatok? Te? Hát bele se férnél a karikába, te. Azzal oda dobtak neki egy karikát, és elszaladtak. Hát a karika először lassan pörgött, pattogott, az aszfalton végül elcsitult Lenka lábainál a földön.
Menka belelépett a körbe, és megpróbálta felhúzni. Hát ez tényleg nem megy. Úgyhogy inkább hajtani, gurítani kezdte. Csak gurította, gurította, gurította egészen addig, amíg a focipályához érkezett. A pályán néhány fiú focizott. Menka oda szaladt hozzájuk. Sziasztok! Beállhatok? Jaj, gurulj odébb, kislány, mielőtt még valami bajod esik, mondta az egyik fiú, és egy jól irányzott lövéssel egyenesen berúgta a labdát. Lenka leforrázva odébb kullogott, és bánatosan lekucorodott az aszfaltra. Zsebre tette a kezét, ám akkor rögtön felvidult, mert megtalálta az ugróiskolán hagyott krétákat. Több se kellett neki, fogta a krétákat, és elkezdett rajzolni. Csak rajzolt, és rajzolt. Annyira belefeledkezett a rajzolásba, hogy észre se vette, amikor valaki közeledett feléje. Egy rolleres kisfiú közeledett felé. A fiú jó darabig csak messziről nézte a Lenka keze alatt formálódó rajzokat. Aztán összeszedte a bátorságát, és oda gurult hozzá. Szia! Fú, hogy hívnak? Lenka vagyok, és te? Én meg Palkó. Honnan tudsz te ilyen szépen rajzolni? Folyton rajzolok. Fiú, van kedved rollerozni? Persze, hogy van. És ezzel Lenka felpattant Palkó mögé a rollerra. Na, ezzel kezdetét vette az egész napos játszás. Csak rolleroztak, Egyszer csak hatalmas vihar készülődött. Megdörrent az ég. Gyere gyorsan, mondta Palkó, és gyorsan hazafuvarozta Lenkát. Lenka felszaladt a lépcsőn, kettesével szedte a lépcsőfokokat. Az anyukája már meleg kakaóval várta, de mennyire meglepődött, amikor a kislánya nem vette el tőle a kakaót, csak átszaladt az előszobán, át az egész lakáson, meg sem állt a szobájáig. Akkor aztán feltépte az ablakot. A rajza, ami ott hevert reggel óta, az még mindig ott hevert. Ám a szél belekapott, és csak szálltak, libegtek a papírszárnyak az alkonyi szélben. Lent a téren Palkó elkapta, csákót hajtogatott belőle, és a kezébe nyomta, a fejébe nyomta. Felkiáltott Lenkának, köszi, most már nem ázom meg! Lenka pedig integetett neki. Palkó megkérdezte. Figyú, holnap is eljössz? Itt leszek minden nap! Kiabált le a térre Lenka, aztán becsukta az ablakot. Lekucorodott a nagy öblös fotelba, és kezébe vette a kakaóját. Lábairól lehúzta az átázott cipőt, és lassan, nagyon lassan szürcsölte a forró kakaóját. És miközben szürcsölte a kakaóját, várni kezdte a holnapot. Hát ez volt a Lenka meséje. Következhet a Palkó meséje? Egy napos, őszi délután éppen fogyóholdnál született Palkó. Vajon ezért-e vagy másért, ki tudja, de épp olyan karcsú lett ő maga is, mint a hold sarlója. Egy reggel anyukája benyitott Palkó szobájába, ám csöppet sem lepődött meg azon, hogy Palkó már rég ébren van, és az ágyában olvasott. Jó reggelt, Palkó! Gyere reggelizni, kihűl a kakaó! Így hát Palkó kiment a konyhába reggelizni. Leült az asztalhoz, és miközben szürcsölte a kakaóját, a könyvét egy pillanatra sem tette le. De olvasott akkor is, amikor majszolta a vajas kiflit. Aztán, mikor befejezte az evést, kiment a fürdőszobába fogat mosni. Képzeljétek el, hogy a könyvét még fogmosás közben sem tette le. Na hát, ezt már megelégelte az anyukája. Tedd már le, fiam, azt a nyavajás könyvet, már megint elkésel az iskolából. Úgyhogy Palkó letette a könyvet a kád szélére, ott hagyta, és elindult az iskolába. Az első óra torna volt. Irma néni vezényelt.
Lássam azt a tornasort. Egy, kettő, gyerünk, gyerünk! Kovács fiam, te vagy a legmagasabb. Te állj a sor elejére. Palkó fiam, te meg állj a legvégére. Aztán futás következett. Palkó lett a legutolsó. De egyébként volt valami, amiben első tudott lenni. Tudjátok miben? A kidobósban. Mindig őt dobták ki elsőnek. Aztán pedig kötélmászás következett. A gyerekek pillanatok alatt felszaladtak a kötélen. Palkó is megpróbálta. De ő csak lent himbálózott a kötél alján. És azt gondolta magában. Nem is baj, így legalább nem jött le a bőr a tenyeremről. Addig-addig himbálózott ott, amíg egyszer csak azt mondta Irma néni. Most pedig foci következik. Kovács és Szabó, ti vagytok a csapatkapitányok, válasszatok csapatot. Palkó állt a terem közepén a sok-sok gyerek között, és izgatottan várta, hogy biztos őt fogják választani. Egyre másra hangzottak a nevek. Zsolti, Robi, Laci, Feri, Tami, Peti. Palkó minden egyes névnél izgatottan várta, hogy biztos ő lesz a következő. Végül már csak a lányok maradtak. Most biztos engem fognak választani, csak nem választanak egy lányt, mikor itt vagyok én. Jöttek a nevek. Marci, Kati, Magdi, Zsuzsi, Fruzsi, végül már csak a Duci, Juci és Palkó maradtak a kör közepén. Na most tuti, hogy engem fognak választani. És izgatottan Kovácsra nézett. Kovács is ránézett, elvigyorodott, és csak ennyit mondott. Juci! Irma néni kivitette Palkóval a fölösleges labdákat. Palkó pedig addig-addig ücsörgött egymagában a tornacipő szagú öltözőben, amíg ki nem csöngettek. Végre kicsöngettek, és elérkezett a következő óra, ami Palkónak a kedvenc órája volt. Matek. Matek dogát írtak. De olyan nehéz volt az a matek doga, hogy az összes gyerek csak rágta a körmét, rágta a ceruzáját, csavargatta a haját, az izzadságát törölgette, de nem ment. Ekkor Palkó hátradőlt a padjában, letette a ceruzáját, és így szólt. Kész! Aztán ránézett a tanári asztal felett ketyegő fali órára. Ték! Tak, ték, tak. Jaj, még negyed óra, mit fogok én addig csinálni? Gondolta magában, és unottan kibámult az ablakon. Csak bámészkodott, egyszer csak észrevette, hogy puty! Egy papír galacsin pottyant az ölébe. Mi a szösz? Kérdezte magától, és hátranézett, hogy vajon ki küldte. Tudjátok, ki küldte? A Kovács, az, aki nem választotta be a csapatba tornaórán. Palkó kíváncsi volt, mi lehet a papíron, ez állt rajta. Mennyi? 37-ből 24. Ha? Az előbb nem választottál be a csapatba? Most meg kéne a segítség, mi? Hát, jó fej volt ez a Palkó, meg különben is unatkozott, úgyhogy ráírta a papírra az eredményt. Visszagyűrte a galacsint, és amikor Irma néni pont nem nézett oda, visszadobta a feladónak. Nem sutyorog, a hátammal is látok ám, szólt Irma néni, és összeszedte a dolgozatokat. Újra kicsöngettek. A következő óra rajzóra volt. Szerintem a legjobb óra a világon, most nem azért mondom. És az volt a feladat, hogy nyári élményeket kellett rajzolni. Volt, aki vitorlást festett, volt, aki repülőt.
Szegény Balog meg kórházat rajzolt, mert bringázás közben kitörte a lábát. Palkó pedig a Balatont rajzolta. A lányok majdnem mind királylányt rajzoltak, kivéve Caffost, aki egy kis fekete kutyát rajzolt, mert ő azt kapta a nyáron a születésnapjára. Palkó neki látott, hogy kiszínezze a Balaton vizét kékre. Amikor egyszer csak puty, hát nem kitört a kék cerkának a hegye. Hát most mit csináljak? Odafordult a szomszédjához, Caffoshoz. Figyú, Caffos! Van kék cerkád? Van. De jó, ide adod? Nem, mondta Caffos, és aztán undokul még el is takarta a saját rajzát a könyökével. Hát, mit volt mit tenni? Palkó fogta a sárga ceruzát, és sárgára színezte a Balatont. Irma néni körbejárt, és összeszedte a rajzokat. Amikor Palkó rajzához ért, megkérdezte. Palkó fiam, mi ez a sárga paca? Tán csak nem a vasárnapi húsleves tetején gyöngyöződő zsírpaca? Nem, ez a Balaton. A Balaton. Ki látott már sárga tavat? Zsörtölődött, és persze az ő rajzát nem tűzte ki. Végre kicsöngettek, vége lett a tanításnak. Palkó is elindult szépen hazafelé. Ahogy ment, mendegélt az utcán, egyszer csak az egyik ház ablaka alatt meglátott egy kicsi fekete kutyát, aki fölle ubrált és nézelődött föl az ablak alá. Hát ez már Palkót is kíváncsivá tette, felnézett az ablakba, és azt látta, hogy egy piros, pöttyös, ruhás kislány az ablakpárkányon rajzolgat, miközben sütit majszolt, és ez a süti leesett az aszfaltra, azt majszolgatta a kis kutya. Palkó próbált integetni a kislánynak, de ő annyira belemélyedt a rajzába, hogy nem vette észre Palkót. Kár, gondolta Palkó, és tovább ment. Otthon anyukája már várta. Te vagy az, Palkó? Mi volt az iskolában? Semmi. És mi volt az ebéd? Nem tudom. De megetted? Meg. Figyú, anya, lemehetek rollerozni? Így aztán fogta a rollerját, és elindult a térre. Lenn a téren egyszer csak egy nagy fa alatt észrevette a pattását, Caffost. Ott ült a fa alatt, és szipogott. Palkó oda gurult hozzá. Hé, Caffos, te meg mit bőgsz? A kutyám, Negró, elveszett. Hát figyú, nem egy ilyen kis fekete pamacs izé kutya volt piros nyakörvel a nyakában? De, láttad? Láttam. Na, maradj itt, mindjárt visszahozom neked. Ezzel Palkó visszagurult oda a házhoz, ahol az előbb a kiskutyát látta. Hát az még mindig ott ugrált. Palkó felnézett, hogy hát ha még ott van a kislány, de az ablak már csukva volt. Így aztán füttyentett a kutyának, és visszagurultak Caffoshoz. Jaj, Caffos nagyon megörült. Kiskutyám, Negró! És odafordult Palkóhoz. Közi, nyögte ki végül, és magában azt gondolta, hogy mégiscsak oda kellett volna adni azt a cerkát rajzórán. Ha? Nők, legyintett Palkó, és tovább ment. A meleg őszi napsugár rengeteg gyereket csalt ki az utcára. Palkó nagyon szeretett volna valakivel játszani, de hát tudta, hogy úgysem fogják befogadni, de a szíve mélyén legjobban azzal a piros, pöttyös, ruhás kislányjal szeretett volna játszani, akit az ablakban látott. Egyszer csak a távolból megpillantotta a kislányt. Ott van! Azt látta, hogy először az ugróiskolázó gyerekekhez ment oda. Palkó nem hallotta, hogy mit beszélnek, csak azt látta, hogy mindenki nevet, amikor megszólal. Aztán azt látta, hogy oda ment a
karikázó lányokhoz. Most is messziről nem hallotta, hogy mit beszélnek, csak azt látta, hogy már megint mindenki nevet, amikor a kislány megszólal. Fú, de jó fej lehet ez a pöttyös, mindenki nevet, amikor mond valamit. Aztán azt látta, hogy a kislány tovább megy, a focizó fiúkhoz ment oda. Palkó ezúttal sem hallotta, hogy mit beszélnek, csak azt látta, hogy a focistákkal beszélget. Tudti, hogy most őt beveszik a csapatba, egy ilyen jó fejlány biztos bevesznek a csapatba. Gondolta magában, de mekkorát tévedett. A kislány ugyanis lekucorodott az aszfaltra, és rajzolni kezdett. Palkó fogta magát, és a rollerjával odagurult hozzá. Fú, de ügyes vagy! Van kedved rollerozni? Persze, hogy van! Ezzel kezdetét vette az egész napos játszás. Először rolleroztak, amikor elfáradtak, akkor pedig lekucorodtak az aszfaltra. Figyú, van kedved rajzolni? Hát van, de nem vagyok ám egy nagy Leonardo, ezt már Irma néni is megmondta. Jaj, tök könnyű, ide figyelj, megmutatom, hogy hogy kell. Na ezt nézd, így kell virágot rajzolni. Itt a feje, itt a szára, ott meg a levelei. Na most figyelj ide, most lefestem a Balatont neked. És ezzel fogta magát, és sárgára színezte a Balatont. Sárga? Te, miért színezted sárgára a Balatont? Miért? Hát mert rásüt a nap, azért sárga. Hú, ez tök jó! Ezt holnap elmondom Irma néninek, hát ha akkor kitűzi a rajzomat. Ezzel egy hatalmas dörtenést hallottak, és elerett az eső. Palkó gyorsan hazafuvarozta Lenkát. És elváltak egymástól. Palkó hazaszaladt, ám az anyukája pedig már forró fürdővel várta. Gyere, gyorsan vedd le az átázott ruhát, nehogy megfázzál itt nekem. Ezzel Palkó lehúzta magáról az átázott cipőt, lerúgta a vizes nadrágját, és elmerült a jó meleg vízben. A könyve, amit reggel ott hagyott a kád szélén, az még most is ugyanúgy ott hevert, de most kivételesen nem volt kedve olvasni. Csak nézegette a csempén legördülő páracseppeket. A páracseppekről eszébe jutott az eső. Az esőről eszébe jutottak az elmosódott aszfaltrajzok. Az aszfaltrajzokról pedig eszébe jutott Lenka. Így ábrándozott, ám ábrándozásából egyszer csak az előszoba ajtó csapódása verte fel. Apa is hazaért. Anya pedig a konyhában terített a vacsorához. Feltette a szép piros abroszt, asztal tetejére helyezte a finom, forró levest, és elkezdte kimerni a tányérokba. Palkó is kimászott a kádból, felhúzta a pizsamáját, és kiment ő is a konyhába. Leült az asztalhoz, az anyukája pedig csak úgy mellesleg megkérdezte, hogy ki volt az a helyes kis piros ruhás kislány, akivel egész nap játszottál? Palkó nem szólt semmit, csak behúnyta a szemét, és miközben lassan, nagyon lassan szürcsölte a forró levesét, várni kezdte a holnapot. Hát ez volt Lenka és Palkó barátságának története. Köszönöm szépen, hogy meghallgattátok. Ennyi idő után visszamenni dolgozni. Persze, hogy félek. Gondolj csak a reggelekre, őrület lesz. Nem akarok nektek csalódást okozni. Otthon maradt. Sajnálom. Anya. Hogy fogom összetartani ezt a családot? Majd együtt megoldjuk. Te, meg én, meg a családunk. A hugod is tud segíteni. Számíthatsz ránk. Ne félj a nagy lépésektől. A Magenta egy rugalmasan alakítható digitális kelléktára segít, hogy igazi csapatként álljon mögötted a család. Végre megteheted. Telekom. Kedves
Kedves nézőink, híreink következnek. Nézzük először röviden. Lejárt az online kérdőívek kitöltési ideje. Álhírek a budakalászi félelkerülő úttal kapcsolatosan. Tűzoltókat toboroz Szentendre. Helyi adók befizetése. Mese és mesekönyv vásár a művelődési házban. Vadkilövés Pomáz északi területén. Információk elérése az Alcsevicán ingatlannal rendelkezőknek. Jön a Lidl Pomázra. Petíciót indított a Fidesz. Tüdőszűrés. Naperőmű vagy szánkópálya. Képviselőjelölti vita. A közelmúltban lakossági fórumot tartottak a budakalászi félelkerülő út bekötő útjának esetleges meghosszabbításáról egészen a Klisovác utcáig. A fórumon jelenlévők érzékelhető többsége ezt ellenezte, ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy újabb kérdőívet indít el. Mivel valamennyi érintett ingatlan tulajdonos véleményét szeretnék megtudakolni, hogy aztán a többség akaratát tudják képviselni a tárgyalásokon. A kérdőívben több utca szerepel az esetleges bekötő út folytatásaként. Az adott utca vonatkozásában természetesen az ott lakók véleményét veszik figyelembe, ezért szükséges volt a helyrajzi szám megadása. Az online kérdőívek kitöltésének határideje szeptember 13-a hétfő 12 óra volt. A budakalászi félelkerülő úttal kapcsolatosan még mindig téves hírek, állítások terjednek, mondta stúdiónkban Leidinger István polgármester. Nincs ilyen terv, hogy a Dolinában lakóparkot építeni, tehát ezt most hallottam, hát eszünk ágában nincsen, minden lakópark építés ellen tiltakozunk, tehát nem akarunk Dolinában lakóparkot csinálni. Ez az út nem alkalmas arra, hogy a Dolina egyáltalán megközelíthető legyen ezen a területen, tehát eszünk ágában nincsen dolinai forgalmat ide vezetni. A Dolina jelen pillanatban mezőgazdasági terület, ennek nagyon bonyolult az átminősítése, nem is akarjuk átminősíteni. A Pest megyei katasztrófavédelmi igazgatóság Szentendre hivatásos tűzoltóparancsnoksága felvételt hirdet gépjárművezető és beosztott tűzoltó munkakörre. Minden érdeklődő jelentkezését várják, aki elkötelezett a hivatásos szolgálat iránt. A tűzoltó szakképzés 5 hónapig tart. A képzés ideje alatt nettó 150 ezer forint támogatás, egészségbiztosítási járulékfizetés, ruházat, szállás és napi háromszori étkezést térítésmentesen biztosítanak a képzésben résztvevőknek. Amennyiben érdeklődik a tűzoltó szakma iránt, bővebb tájékoztatást kérhet a 0627 314 005-ös telefonszámon, vagy a human.vac@katvet.gov.hu e-mail címen. Kedves nézőink, felhívjuk a figyelmüket, hogy a helyi adók, építményadó, telekadó, helyi iparűzési adó előleg második fél évi összegének pótlékmentes befizetési határideje 2021. szeptember 15-e, vagyis a mai nap. Az adóhatóság március elején az adószámla kivonatokkal együtt postázta a második fél évre esedékes adóösszegről szóló postautalványokat, ezért szeptemberben már nem küldenek csekket. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók szeptember első napjaiban elektronikus tárhelyükre kapták meg az aktuális adószámla kivonatot. Az elmúlt hétvégén a Pomázi Művelődési Házban Lenka és Palkó történetét ismerhették meg a gyermekek a Láda Színház előadásában. Az előadás után mesekönyvek vásárlására is volt lehetőség. A város északi területén ez a vízesés, erdő, árok, kőhegy, megyfa, vróci, ravatalozó, Vrábel, Sándor utcák és környékén szeptember 1-től november 30-áig délután 4 és reggel 6 óra közötti időben vadriasztás és indokolt esetben vadkilövésre kerülhet sor. Kérjük az érintett területen élőket fokozottabban figyeljenek. Pomáz város önkormányzata a város honlapján új hírfolyamot indít, amelyben az Alcsevicáról szóló információkat osztják meg az ott érdekeltekkel. A hírfolyam az önkormányzat fül alatt érhető el Alcsevica hírek névvel. Itt jelezik azt is, amennyiben önöknek lesz tennivalójuk, hamarosan létrehoznak egy kifejezetten az Alcsevicára vonatkozó javaslataik, kéréseik, esetleges kérdéseik számára egy külön e-mail címet is.
amennyiben minden nyílt utat kap, Lidl áruház épül Pomázon, a volt faipari KTS a mostani Hart helyén, a Rákóczi úti körforgalomnál. Szeptember 1-től petíciót indította a Fidesz Stop Gyurcsány, Stop Karácsony címmel. Az elmúlt héten Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő és Vitályos Eszter államtitkárral utcafórumot tartott Szentendrén. Mint mondták, 2022 tétje az, hogy visszajön-e a múlt, vagy továbbra is tud haladni Magyarország azon az úton, amelyen elindult. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy minél többen jöjjenek aláírni. Egészen október 23-áig van arra lehetőség, hogy a petícióhoz csatlakozzanak. Mindenkit várunk, aki nem akarja, hogy újra visszatérjen a baloldal és a Gyurcsány kormány a hatalomba. Azt gondoltuk, hogy az az időszak, az most már végképp a politikának a nagyon sötét időszakaihoz, korszakaihoz fog tartozni. A sötét múlthoz, és el tudunk tőle köszönni, és egyszerűen bő 10 évvel azután a korszak után, baloldali korszak után megint ott tartunk, hogy gyakorlatilag nem csak a magyar baloldal múltja, hanem a magyar baloldalnak a jövője is, a jelene is sajnos Gyurcsány Ferenc. Ez egy nagyon nehéz korszak volt fiatalabbnak, idősebbnek, családosnak, hiszen ha például családosoknál maradunk, akkor nagyon durván visszavágták azokat a családtámogatási lehetőséget, kedvezményeket, amit a korábbi polgári kormány adott. Az egy és a két gyermekesektől elvették a családi adókedvezményt, a három gyerekeseknél nagyon durván visszavágták ezeket. Biztos önök között is van olyan, vagy ismernek olyat, aki a deviza adósság csapdába szorult bele ennek hatására, mert nem volt más lehetősége, mert olyan szinten ellehetetlenítették az életét. Ha az idősebbekre gondolunk, akkor azokra az emberekre, akik egyébként felépítették az országot, akiknek rengeteget köszönhetünk, akik végig dolgozták az életüket, így van, akiknek a munkájának köszönhetően ez az ország ma ott tarthat, ahol tarthat. Hát nemhogy nem becsülték meg ezeket az embereket, hanem elvettek tőlük egy egész havi nyugdíjat. Most tartunk ott, hogy végre elkezdhetjük visszaépíteni a 13. havi nyugdíjat lépésről lépésre, évről évre egy negyedét szépen vissza tudjuk adni. És nekem is vannak személyes emlékeim ebből az időszakból. Hát nagy téma volt közöttünk a baloldali korszak egyik híres ötlete, miszerint tandíjat kell bevezetni. Hát milyen helyzet lett volna az, amikor a szülőnek választania kell, hogy akkor melyik gyerekét tanítatja ki. 12%-os munkanélküliség volt. Ez ma már olyan, mint egy rossz álom, mert ma már lenyomtuk a munkanélküliséget, most már ott tartunk, hogy a munkáltatók kapkodnak, hála jó Istennek, a munkavállalók iránt. Egy gigantikus hitelt, egy gigantikus IMF hitelt kellett fölvenniük, és teljes mértékben kiszolgáltatták így aztán a külföldek, a külföld kénye kedvének az országot. Ehhez képest most ott tartunk, hogy ezeket a hiteleket lerúgtuk magunkról, és azt tudjuk mondani, hogy nem, köszönjük szépen, majd mi döntünk magyarok a saját sorsunkról is, nem kérünk abból, hogy nekünk külföldről, meg Brüsszelből mondják meg, hogy mit is, hogyan kéne gondolni a világról. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy szeptember 28-ától október 15-éig tüdőszűrést tartanak Pomázon. A vizsgálat ideje minden nap hétfőtől péntekig 8 és 18 óra között, a helye a Pomázi Művelődési Ház. 40 éves kor felett a tüdőszűrés évente egy alkalommal, beutaló nélkül, térítésmentesen vehető igénybe. 40 éves kor alatt a tüdőszűrésért 1700 forintot kell fizetni a szűrés helyszínén kapott csekken. A szűréshez szükséges a személyi igazolvány, TB-kártya, lakcímkártya, valamint az előző évben kapott kiskönyv. Naperőmű vagy szánkópálya. A 2012-ben rekultivált szemétlerakóhely alkalmas lehet napelempark létrehozására. Ez ügyben folyik most a tárgyalás, tudtuk meg Leidinger István polgármestertől. Tehát mindenképpen azt tartom, hogy ez a jövő, tehát ebbe az irányba kell elmozdulni. És mi már a választási kampánynál már emlegettük, hogy van nekünk egy szeméttelepünk, amit nem tudunk semmire használni. Most ez a szeméttelepre két dolgot terveztünk, és majd meglátjuk, hogy melyik jön be. Azt mondjuk, hogy vagy csinálunk ott egy szánkópályát, vagy csinálunk ott egy napelem parkot. Most eddig úgy néz ki, hogy a napelem park, napelem erőmű van nyerő helyzetbe, ugyanis már jelentkezett egy cég, aki keresett Pest megyébe olyan területet, ahol legalább 5 hektárnyi
egybefüggő terület van, és oda napelemet lehet telepíteni. Ez egy két megawattos erőmű lenne. A Közösen a Városunkért Egyesület szervezésében szeptember 17-én pénteken 18 órától képviselőjelölti vitát tartanak. A Pest megye harmadik számú egyéni választókörzetben az előválasztáson induló jelöltek között. A helyszín a Pomázi Kft. Egyik terme, Benicki utca 35. Kedves nézőink, híreinket hallották. Ennyi idő után visszamenni dolgozni. Persze, hogy félek. Gondolj csak a reggelekre, őrület lesz. Anya, kell nem akarok nektek csalódást okozni. Otthon maradt. Sajnálom. Anya. Hogy fogom összetartani ezt a családot? Majd együtt megoldjuk. Te, meg én, meg a családunk. A hugod is tud segíteni. Számíthatsz ránk. Ne félj a nagy lépésektől. A Magenta egy rugalmasan alakítható digitális kelléktára segít, hogy igazi csapatként álljon mögötted a család. Végre megteheted. Telekom. Kedves nézőink, a hírek után egy kicsit mozgassuk meg magunkat. Szeretettel köszöntök mindenkit a mai Mozdulj Pomáz Gerinc tornán. Remélem, hogy fölkészültetek és előkészítettétek magatoknak a szőnyeget is. Aki szeretne, állásba csinálhatja velünk a gyakorlatokat, aki szeretne, nyugodtan leülhet egy székre, vagy egy fitballlabdára, vagy akár a talajra is. Nagy terpezbe álljunk, hajlítsd a térdedet, húzd be a hasadat. Nagyon fontos, hogy a központodat megtartsad, tehát egészen a köldöködet húzd be a gerincoszlopig, szorítsd egy picit össze a farizmodat. Húzd ki magad, legyen egyenes a gerinc. Egy nagy belégzés kérek szépen. Kilégzés. Megint egy nagy belégzés. Kilégzés. Hátra lefelé válkörzés. Jó, forgassuk a vállainkat előre, hátra, előre, hátra, előre, hátra, megint egy nagy belégzés, és kilégzéssel várhoztartás, és érintsük össze a könyökünket magunk előtt, és hátul zárd a lapockád, megint magunk előtt, hátul zárd a lapockádat, zár, hátul a lapocka, zár, hátul a lapocka, engedd le a kezedet, és hátrafelé válkörzést kérek szépen. És előrefelé is. A válkörzés közben próbáld a nyakadat hosszan tartani, fejtetődet told a plafon felé, és közben végigfigyelj a központodra, hogy ne essen be a hasad, ne told hátra a popsit, tartsd egyenesen magad, picit legyen hajlítva a térd. Megint egy nagy belégzés, és kilégzés. Forgassuk a fejünket jobbra, és középre, és balra, és közép. Jól megcsavarjuk jobbra, egy picit próbáld megemelni az orrodat, és úgy megcsavarni, és középre, másik oldalra csavar, picit emel az orr, és középre billentjük a fejünket oldalt, told lefelé a válladat, és próbáld meg elérni a füleddel a válladat. Fejtetőtól fölfelé, másik oldalra, és tol, és jobbra, és fölfelé toljuk, balra, és fölfelé toljuk, told meg előre, közép, hátra, közép, előre, közép, hátra, közép, és told meg előre, onnan forgatjuk a fejünket jobbra, vissza, és közép, és told meg előre, fordít, vissza, és közép, told meg hátra, fordít, vissza, és közép, megint told meg hátra, fordít, vissza, és közép, told meg előre, és onnan billentjük mélyet, vissza, és közép, és told meg előre, billent, vissza, és közép, és told meg hátra, billent oldalra, vissza, és közép, és még egyszer hátra, billent, vissza, és közép, szorítsd előre az állatot a mellkasra, és félköríveket kérek szépen, mindig nézd meg hátul a lapockádat. Jó, egy nagy belégzést kérek szépen, és kilégzés, megint hátra lefelé válkörzés. Megint egy nagy belégzés, kulcsold össze a kezedet,
forgasd a tenyeredet a plafon felé, és húzd hátra a karodat. És mellkaskörzést kérek szépen. És ellenkező irányba is. Domborítjuk a hátunkat, nyisd a lapockádat, érezd, hogy nyúlik. Hátul a lapocka közthízmok. Húzd ki magad, hátul kulcsold össze a kezedet, nyújtsd ki a könyöködet teljesen, húzd le a válladat, hosszú legyen a nyak, és magasra húzzuk föl a karunkat. Figyelj arra, hogy nyújtott maradjon a kar. Jó, és lelazítunk, oldalsó középtartás, húzzuk le a lapockádat, lapockát, és lazítunk, és lehúz, és lazít, lehúz, lazít, lehúz. Lazít, picit gyorsítunk, és húz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, és csináljuk azt a kis 5 gyakorlatot, amit minden nap meg kellene csinálnunk. Tehát emeljük a karunkat a fülünk mellé, és le, és föl, és le, fordítsd a tenyeredet egymás felé, amikor magas tartásba emeled a karodat. Mindig húzd lefelé a válladat, és a füleidhez próbáld meg érinteni a felkarodat. Jó, ez az első gyakorlat, most előre ugyanezt. Húzzuk hátra, amennyire tudjuk a kart, és leengedjük. És húzzuk, és leengedjük. Közben szorítjuk a popsit, húzzuk, behúz a has, leengedjük. Jól hátra, és leengedjük. Figyelj arra, hogy megint próbáld a felkarral megérinteni a füledet. Ebből a helyzetből a harmadik gyakorlat következik. Hátra toljuk föl nyújtottan a karjainkat, és a tenyerünket tologassuk a plafon felé. Emel, emel, emel. Emel, közben húzd le a válladat, hosszú a nyak, behúz a has, szorítjuk picit a popsit, kicsit nehezebb így állva, mint hogyha ülnénk, de legalább megdolgoztatjuk a popsit és a hasizmunkat is közben. Oldalsó középtartás, ez a negyedik gyakorlat, és keresztezzük a karunkat. Húzd keresztbe, hátul próbáld meg annyira hátra húzni, hogy zárodjon a lapocka. Keresztezünk. És fölfelé pici aprókat. Jó, oldalsó középtartás, hajlítsuk a könyökünket. Ez az ötödik gyakorlat, érdemes tényleg minden nap végigcsinálni, és forgatjuk lefelé a karunkat, és középre. Fölfelé, és közép, lefelé, közép, fölfelé, közép, lefelé, közép, föl, közép, lefelé, közép, föl. Ebből még négyet megcsinálunk, és le, közép, föl, toljad hátra, amennyire csak tud. Tudod? Nem csak a kényelmes pozícióig, hanem egy kicsit tovább is. Lefelé, közép, fölfelé. És egy utolsót, lefelé, közép, fölfelé, közép. Ragd elől össze a csuklódat, feszítsd vissza a tenyeredet, és forgassuk meg a karjainkat. Forgat, 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 forgat. És rézsutosan nyitjuk kétszer a karunkat, és csere. És nyit, csere. Még egyszer. Jó, oldalsó középtartás, csavarjuk meg a vállunkat. Csavar, csavar, csavar. 5, 6, 7, 8, és csak a kar csavarjuk. Csavar, 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 csavar. 5, 6, 7. Még egyszer vállunkat csavarjuk. Picit gyorsíthatunk is, és csak a kar. És még egyszer a váll. És a kar. Jó, hajlítsd be a könyöködet, lefelé nézünk, és nyújtjuk, és feszítjük a karunknak a hátsó részét. És feszít, 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 fölforgatjuk a karjainkat, és zárjuk az alkart, és nyit. Zár, nyit, zár, nyit, zár, nyit, zár, nyit. Zár. Nyit, zárd össze az alkarodat, és csúsztasd föl egymás mellett a két alkat. Még mindig figyelj arra, hogy behúzzuk a hasunkat, szorítjuk a popsit, húzd föl, 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 föl. Belső középtartás, húzd hátra az egyik könyöködet, másik, egyik, másik. Zárd össze a lapockádat, mind a két könyököt toljuk hátra, és vissza, összezár a lapocka. Előre, összezár, előre. Fölfelé a tenyér, húzzuk hátra, és lelazítunk.
Remélem kellőképpen átmozgattuk a vállövünket, meg is nyújtjuk, húz keresztbe, figyelj arra, hogy a válladat told lefelé. És ellenkezőleg, jó, hátul kulcsold össze a kezedet, jó magasra emeljük meg a karunkat, nyújtva érezd, hogy nyúlik a vállövet, és lelazítunk. Egy nagy belégzés, kérek szépen. Kilégzés, és maradjunk, hajlítva maradjon a térd, behúzzuk a hasunkat, és most végig mobilizáljuk a gerincünket. Rakd fel a kezedet, zárd a tenyereidet, és toljuk előre, hátra a fejünket, és jobbra-balra, és egy körzés, kérek szépen. És vissza. Jó, csípőre tartás, a vállunkat fogjuk jobbra tolni, és balra, és jobbra, és balra, jobbra, balra, jobbra, és balra, mellkas előre, hátra, figyelj arra, hogy a vállad a helyén maradjon, és csak a mellkassal dolgozunk. Előre, hátra, előre, hátra, és most megpróbáljuk a körzést, toljuk előre a mellkast, jobbra, hátra, balra, előre, jobbra, hátra, balra, és most folyamatos körzés, kérek szépen, jól megtekerjük, és indulunk visszafelé, előre, balra, hátra, jobbra, előre, balra, hátra, jobbra, folyamatos körzés. Jó, és megpróbálunk a mellkasunkkal V betűt leírni. Toljuk jobbra fölfelé, és balra. És jobbra föl, balra, jobbra föl, balra föl, jobbra, balra, és most dupla V-t írunk le. És másik irányba is. Dupla V. Jó, csípővel folytatjuk. Toljuk jobbra a csípőt, balra, jobbra, balra, és előre, hátra, törzs marad egyenes, hátra, tényleg csak derékból dolgozunk, előre, hátra, még egyszer, jobbra tol, balra, jobbra, balra, előre, hátra, és csípőkörzés, kérek szépen. Tekerjük, és a másik irányba is. Aki tudja, egy kicsit mélyebbre vigye a csípőjét, és így is toljuk jobbra, balra, jobbra, balra, előre, hátra, előre, hátra, és teker, 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 és vissza, és teker, 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 és mélyítünk még egy kicsit, megpróbáljuk még egy mélyítést, és jobbra, balra, jobbra, balra, előre, hátra, nagyon óvatosan vidd lejjebb a csípőt, és teker, 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 és vissza, és teker, 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 és lelazítunk. Zárjuk a lábunkat, jó, rázd le a lábat, mert hiszen ez elég jól megterheli a combodat is, és a popsidat is. De egy kicsit azért tovább folytatjuk még ezeket a feladatokat, álljunk vissza nagy terpezbe, párhuzamos legyen a két lábfej, és egy kicsit megdolgoztatjuk a farizmunkat, bár a combizom is keményen bekapcsolódik itt. Toljuk le hátra a csípőnket, amennyire csak tudjuk, és lassan vissza. Húzd be a hasadat, megint figyelj arra, hogy a köldöködet egész a gerincoszlopig szippansd be, és próbáld meg ott megtartani. A csípődet hátra lefelé toljuk, figyelj, hogy a térded ne jöjjön a lábfej elé, és toljuk le hátra, és vissza. Csak annyira mélyítsél, amennyire jól esik, és ami a te formád. Figyelj arra, hogy a comb a vízszintesnél mélyebbre ne menjen le. Tehát húzd be a hasad, és mélyítünk, és nyújt, és mélyít, és most duplázni fogunk, és le, le, vissza, vissza, le, le, vissza. Picit nehezebb ez a feladat, hiszen közben megállítjuk a gyakorlatokat, le, le, vissza, vissza. Zárjuk a lábunkat csípőszéles terpezbe, és ugyanezeket a feladatokat megcsináljuk itt is. Figyelj, megint húzd be a hasadat, és hátra lefelé toljuk a popsit. És letol, és emel. Nagyon-nagyon tudsz magadnak segíteni azzal, hogy amikor jössz vissza, a farizmot összeszorítod, és azzal húzod föl magad. Le, és vissza, le,
és vissza, és le, és vissza, duplázunk. Le, le, föl, föl, le, le, föl, föl, le, le, föl, föl, le, le, föl, föl, és lelazítunk. Pihenésképpen kicsi vádlit átmozgatjuk, sarokemelés, föltoljuk magunkat, és lazít. Emel, lazít, emel, lazít, emel, lazít, föl, magas és fönt aprózunk, föl, hopp, 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 föl, 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 hát, kicsit nehezen találom az egyensúlyt, jó, lerázzuk a lábunkat, nyújtsuk meg a vádlinkat, és ellenkezőleg, jó, rázzuk le. És még csinálunk egy gyakorlatot, ami elég nehéz, nagyon oda kell figyelni. Egy kis csípőlapátolás. Nagy terpeszt kérek szépen. Engedjük le a csípőnket. Megbillentjük itt lent, és minthogyha valamit lapátolnánk fölfelé, húzzuk a medencénket. És hátra lehetol a popsi, billent előre a csípő, és magasra. És le, és billent, és föl. És le, és billent, és föl. Le, remélem érzitek a farizmot, kőkeményen a farizommal húzzuk föl magunkat. Még kettő, és le, és föl. És le, billent, és föl. Rázzuk le a lábunkat, és menjünk le a talajra. Helyezkedjetek el a talajon kényelmesen hanyat fekve, talptámaszt kérek szépen, és egy kis hasizommal folytatjuk. Már-már eddig is jól megdolgoztattuk a hasizomunkat, azzal, hogy behúzod és tartod a központot az álló gyakorlatoknál is nagyon-nagyon jól dolgozik a hasizom. Tarkóra tegyük a kezünket, megint húzd be a köldöködet egészen a gerincoszlopig, és a derekadat préseld bele a talajba, és lazi, és belepréseljük a talajba, lazi, présel, lazi, présel, lazi, présel, lazi, présel, lazi, és most a préseléssel emeljük meg a törzsünket, fejünket, és lazi. És belepréseljük a derekunkat a talajba, és emeljük a törzsünket, és lazi, és présel, és lazi, és présel. Minden egyes préselésnél figyelj arra, hogy az áll alatt legalább egy ökölnyi rész maradjon, olyan, mintha egy almát tartanál az állad és a mellkasod között. És préselünk, és lazít, és fönn most megtartjuk. Nagyon tartsad a hasadat, nagyon préseld bele a derekadat a talajba. És piciket aprózva emelgetünk, és föl. 2, 3, 4, 5, 6, 7, és még egy 8-ast. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, és lelazítunk. Csípő mellett kérek szépen kéztámaszt, és emeljük a lábunkat függőlegesbe, próbáld kinyújtani a térdedet teljesen, feszítsd vissza a lábfejedet, és visszarakjuk ellentétesen, másik lábunkat emeljük, nyújtjuk, visszafeszítjük a lábfejünket, nyújtjuk ki a térdünket, és vissza. És emeljük, és vissza, és emel, és vissza. Hogyha emeljük most a bal lábunkat, nyújtózkodjunk föl két kézzel, és vissza lerakjuk kezünket, lábunkat ellentétesen, nyújtózkodunk, és vissza le, és nyújtózkodunk, és vissza le, és nyújtózkodunk, és vissza le, picit nehezítjük a gyakorlatot, magas tartást kérek szépen, és magas tartásból emeljük a karjainkat a lábunkhoz, és nyújtózkodunk, és vissza le, és nyújtózkodunk, és közben folyamatosan figyelj a derekadra, húzd be a hasadat, és présed bele a derekadat a talajba, és nyújtózkodunk, és még négy ilyen gyakorlatot, és föl, és vissza, és föl, és vissza, és föl, és vissza, és föl, és lelazítunk. Mindkét lábadat emeld föl függőlegesbe, feszítsd vissza a lábfejedet, és lábkörzés kérek szépen, páros lábkörzést. Próbáld meg, hogy szinte csak a törzsed fölött körzöl, és teker, 2, 3, 4, és visszafelé teker, 2, 3,
négy, most feszítsük le a lábfejünket, és ellenkező megkörzés, és teker, kettő, három, négy, és visszafelé, teker, kettő, három, és lelazítunk, ragd le az egyik lábadat, másik lábadat, nyújtsuk ki a lábunkat, magas tartás, nyújtózkodunk egyet. És átgördülünk hasonfekvésbe, úgyis megnyújtjuk a hasizmunkat. Nyújtózkodj előre, magas tartás, és onnan told föl magad, kobra állásba. Figyelj el, hogy a csípőd maradjon lent a talajon, csak annyira told föl magad, hogy ne legyen még kellemetlen. Húzd le a válladat, hosszú legyen a nyak, mély belégzés, kérek szépen mellkasra, és kilégzés, még egyszer belégzés mellkasra, érezzétek, hogy milyen jól nyúlnak a hasizmok, és kilégzés, kérek szépen térd előtt támaszt, ellenkezőleg forduljunk. És ellenkező kezünket, lábunkat megemeljük, és nyújtózkodunk jó messzire. És lelazítunk, és megint nyújtózkodunk jó messzire. Húzd be a hasadat, és tartsd a központodat most is. És lelazítunk, és még egyszer emeljük, nyújtózkodunk jó messzire. Picit még emeljük a karjainkat, és nyújtózkodunk. És lassan leengedjük, és megint emeljük a karunkat, nyújtózkodunk. Magasabbra emeljük, nyújtózkodunk, és lassan le. Csinálunk még egy kört, most háromszor fogunk emelni. És emelünk, nyújtózkodunk, magasabbra emel, nyújt, még magasabbra, nyújt, és lassan csere. És ellenkezőleg emelünk, nyújtózkodunk, magasabbra emel, nyújt, még magasabbra, nyújt, és lassan csere. Domborítjuk a hátunkat, told fel a köldöködet a plafon felé, amennyire csak tudod, és told hátra a csípődet, domborított helyzetbe. Csúsztassuk rézsutosan előre a jobb kezünket, és lazít, és bal kéz, és lazít, visszagördülünk. Aki tud, üljön sarokülésbe, vagy terpeszülésbe, vagy törökülésbe. Egy nagy belégzés, kérek szépen. Kilégzés, és oldalra billentjük a fejünket, jó, megnyújtjuk a nyakunkat, és ellenkezőleg egyenes legyen a gerincünk, és előre billentjük a fejünket, picit átmozgatjuk, megint egy nagy belégzés, kérek szépen, kilégzés, előre toljuk a vállunkat, hátra, előre, hátra, megint egy nagy belégzés, és ki, átmozgatjuk a vállunkat. Megint egy nagy belégzés. Ki, és kedves egészségetekre. Remélem majd következő alkalommal is tornáztok velünk. És figyeljetek arra, hogyha szeretnétek többet mozogni velünk, több ideig, és erősebb gyakorlatokat, akkor a Mozdulj Pomász Gerinc tornára nyugodtan följelentkezhettek, és csinálhatjátok velünk ott a gyakorlatokat. Sziasztok! Molnár Szabolcs Sztárportré sorozata következik. Sztárportré a YouTube-on is. Mindannyian különbözőek vagyunk. De van valami, amiben egyetértünk. Vannak közöttünk barátok, és vannak ismerősök. Időnként a különbözőség. Máskor a hasonlóság, ami összehoz minket. Néha az ismeret. Máskor a tapasztalat, amit megosztunk egymással. Számítunk egymásnak. És számíthatunk egymásra. Beszélgetések, ismert emberek és mély témák hétről hétre. A Sztárportré most következik. A műsorvezető Molnár Szabolcs. Magadnak fotózol, az utókornak, vagy pedig a közönségnek, amikor fotózol? Én úgy gondolom, hogy ebben
minden benne van. Persze természetesen az adott pillanatot szeretném megörökíteni először is, aztán, hogy az az utókolé lesz, vagy esetleg csak meg tudja mutatni a barátaimnak, ismerőseimnek, családtagjaimnak azt a momentumot, amit én úgy látom fontosnak, hogy ezt meg szeretném örökíteni, akkor ez is nagyon fontos tud lenni számomra. Ez tulajdonképpen utólag dől el, hogy mi lesz a sorsa annak a képnek, de te rendszeresen egyébként szeretsz és folyamatosan fotózol? Nagyon szeretek fotózni. Én a családot szoktam elsősorban fotózni. Természetesen az ismerősömet is, vagy a baráti körömben lévőket is. De előtte mindig meg szoktam kérdezni, hogy készítettek-e egy fotót, mert hogy én úgy gondolom, hogy ez azért ahhoz túl intim dolog, hogy valakivel egy fotót készítsek, és ne adj Isten, azt valahol meg is jelenítsem. Nézegetni szoktál képeket? Régi képeket, vagy nem rég készült képeket? Igen, az egy nagyon jó dolog szerintem az, hogy az ember fel tudja idézni a múltat vele. A régi, nagyon régi fotók, esetleg az én gyerekkori fotóim, amik előkerülnek, és azokat megnézegetjük, vagy meg tudom mutatni a gyermekeimnek. Ma már egy kicsit ez kiveszőben van, és ez sajnálatos, hogy amióta ugye az okos telefonnal fotózunk, azóta nagyon sok kép úgy elveszik, ugye az emberek életéből, vagy eltűnik. Nem tudom, hogy mennyire lesz ez majd 15-20-30 év múlva úgy használatos, mint például nekünk, akiknek nagy dobozba be van rakva a kép, és akkor néha, hogyha olyan est van, akkor kinyitunk egy-egy ilyen dobozt, vagy kinyitunk hozzá egy üvegborocskát is akár, és akkor ezeket átnézzük, és nagy nosztalgiázások mennek ezekkel a fotókkal. Például csak egy példát hozok, hogy az én anyósom, aki 84 éves, annak igazán hiába mutogatom a telefonom készült képeket, nem tudja úgy élvezni, mint hogyha egy papír alapú képet odaadok a kezébe, és akkor azt tudja napokig nézegetni, simogatja, nézegeti, tehát ez fontos dolog. Hát tényleg azt még simogatni is lehet. Igen. Igen. A pillanatot, azt a nagy pillanatot, azt te átélni szereted, vagy pedig fotózni, vagy egyszerre a kettőt megpróbálod? Hát én úgy gondolom, hogy átélni a pillanatot az nagyon fontos, és azt, ha én le tudunk fotózni például egy olyan pillanatot, mint az unokámnak egy olyan mozdulata, ami úgy gondolom, hogy megismételhetetlen, akkor azt rögtön próbálom megtenni, és próbálok rá bekészülni. Hiába, hogy ugyanazt a pillanatot esetleg ketten-hárman megörökítjük esetleg, tehát mindegyikünknek másképp sikerül, mert én úgy gondolom, hogy mindenki mást akar látni, és az a jó felvétel szerintem, ami azt a pillanatot tudja megörökíteni, amit én szeretnék látni, tehát az én szememben keresztül történjen meg az a felvétel, és az lesz az igazán jó. Mindennapokban mennyit fotózol? Az egyszerű sima hétköznapjaimat tekintve nem sokat. De mondjuk ma például már valamit lefotóztál? Nem. Tegnap? Nem. Tegnap nem, sem? Nem. Azt hiszem, hogy nem. Tegnap előtt? Hát akkor menjünk vissza az időben, hogy az hogy mikor készítettem utoljára. Igen, igen. Hát azt hiszem, hogy 4-5 napja készítettem utoljára fotót, egy zenekari próbánk volt, és ott készítettem a próbateremben egy fotót. Illetve nem én készítettem azt sem, hanem készítettem. Tehát megkértem valakit, hogy egy ilyen közös fotót készítsen, amin rajta vagyok én is, rajta van a zenekar, és látszik az, hogy mi most éppen próbálunk. Na és hogyha téged fotóznak, csak téged, akkor van olyan nézésed, amit ilyenkor mindig alkalmazol? Nem tartom magamat fotogénnek alapvetően. Nyilván próbálom a legszebb és a legelőnyösebb arcomat mutatni egy-egy melyik? Fényképen. Mondjuk ez? Hát vagy mosolygok. De igen, tehát mondjuk széles mosoly? Igen, igen. Óriási igen. Nagy, tehát már akkora, hogy megmutatod? Hát akkora, hogy látszódjon az, hogy pozitívan állok a dolgokhoz, és ez lejöjjön azért valamilyen szinten. Hát mondjuk ez. Igen.
A szüleim minden fényképet egészen, még a születésünk előttől is akár, papírformában, tehát nyomtatott formában is megörökítették, és vannak otthon sorban, van egy polc, amin sorban vannak a fényképalbumok évszámmal, hogy melyik év, melyik hónaptól meddig, és akkor azt, amikor hazamegyek vidékre a szüleimhez, akkor hát szinte mindig előfordul, hogy egy albumot leemelek a polcról, és akkor végig lapozgatom, és érdekes, mert ilyenkor azt szokott a vége lenni, hogy mire az album végére ért, már az egész család ott ül. Én inkább megélni szeretem a pillanatokat, a számomra fontos dolgokat, és ezek véletlenségből mindig úgy jönnek össze, hogy ezek olyan dolgok, amiket más megörökít, akár egy fellépésre gondolok, akár egy családi összejövetelre, hiszen itt mindig többen vagyunk, ahogy említettem, és mindig van, aki készít fotót. Fotózgatnak úgyis a többiek. Hát, ha nem is csak engem, de úgy általában a helyszínt és a dolgot. Láttál már olyan képet magadról, amin te is elképettél, hogy atya ég, ez én vagyok, amin meg se ismerted magad? Igen. Majdnem mindig egyébként van ilyen, amikor több képet kapok egy adott eseményről, akkor rólam is nagyon sok olyan kép van, amit én meglátok, és na ezt töröljük el a föld színéről, és soha többet ne is beszéljünk róla. És van, hogy, vagy hát a legtöbbször ezt mások, akik mondjuk készítették ezt a fotót. Gyönyörűnek látják. Tehát, ha nem is gyönyörű, de teljesen más szemszögből látják ezt az egész képet. És igen, ilyenkor vannak nézeteltéréseink, amikor én azt mondom, hogy ezt már pedig ne. Aki készítette, azt mondja, hogy ez már pedig annyira jó, hogy ezt mindenképpen tartsuk meg. És akkor te odamész, azt mondtam, hogy ad ide azt a telefont, és töröljük. Nem, azért ennyire nem szoktak eldurvulni a dolgok, de... De tény, hogy nem szeretem, amikor olyan fotó készül rólam, amivel én nem vagyok elégedett. Nem vagyok egy nagy fotós egyébként, de azért a gyerekekről mindig készítek jó kis képeket, meg hát nyilván, hogyha megyek fellépni a fellépésen is, egyébként meg szeretek művészik, tehát sokszor volt olyan, hogy ilyen művészi képeket készítettem akár külföldön, tehát nagyba a virág háttérben, a nem tudom én, a tájkép kicsit elmosódva, tehát én szeretek így játszani vele, de nincs egész végig a telefon a kezemben. Na és amikor azt mondod, ilyen művész jellegű képet készítesz, azt tulajdonképpen magadnak csinálod? Igen, vagy mert tetszik. Magadnak? Legalábbis nekem tetszik, hogy hát igen, fotózol. Igen. És utána megnézed? Persze, tehát nem rögtön nem. Utána, hanem persze, mondjuk hogy 5 évvel megnézem, hogy mit készítettem, hogy ne. Igen. Te tényleg, igen. Tehát meg fogod még valaha nézni, vagy ott sorakozik egy Winchesteren, és az ott örök felelés homályában? És biztos, hogy mert pontosan biztos? Tudom, hogy mondjuk hol készültek olyan képek. Van igen. Időd megnézni? Nincs. Hát azért mondom, na de leszek egyszer nyugdíjas. Hát majd akkor lesz, és milyen jó emlék lesz visszanézni. Lehet, hogy nyugdíjasként már másfajta nyugdíjasok leszünk, és akkor majd azt mondjuk, hogy most is inkább fotózunk, szaladgálunk, mindent csinálunk, és akkor soha nem nézzük meg végül. Érdekes egyébként a gyerekekről is több ezer kép. Több ezer, hát igen. Hát, több száz ezer, az is lehet. Több ezer kép van, és azért például, jó, hát azokat időről időre megnézzük mindig a férjemmel, megmutogatjuk nekik. De tény, hogy azért mindent nem nézek vissza mindig, de sokszor volt olyan, hogy valamit kerestem, és hú, az hol volt? Itt ez is milyen jó volt, az is milyen jó volt, és akkor így belementem a mappákba. Tehát volt egy olyan időszakom, még a gyerekek előtt, amikor azzal foglalkoztam, hát egy jó kéthetes intervallum volt, amikor is rendszereztem a fotókat, mert össze-vissza volt. Na, az nagyon kemény volt. És akkor ez hova, melyik mappába, de megcsináltam, büszke voltam. Megcsináltad? Azt hittem, egy idő után feladtad. Nem adtam fel, nem. Tehát, hogyha most arra kérdeztél az előbb, hogy megnézem-e a fotókat, akkor megnéztem. Pont tegnap voltam fotózáson, ilyenkor nagyon-nagyon sok kép készül. Nagyjából tudom azt, hogy mi az, ami nekem jól áll. Tehát ezek a nagyon komoly képek, komoly arcok, ezek nekem nem nagyon állnak jól, inkább a mosolygósabbak. De abból is van az a fajta, ami egy kicsit a félmosolyos, az általában az is jó. Megmutatod most? Hát, várjál.
Aha, ez a fél mosolygós, most ez a komoly, igen. A komoly. És utána pedig a nagyon-nagyon mosolygós, ez pedig. De egyébként lehet, hogy van, aki utólag egy fényképen ezt is igazinak látja, nem is tudom. Igazából én mindig mindenki azt mondja, hogy beszélsz, és még akkor is mosolyog. Tehát, hogy én alapjáraton ilyen vagyok. Hát a szemed mosolyog. Hát a nem? Szemem, hát az már lassan lekonyult. De most már nem sokáig fog így maradni, mert én is azért. Hát haladok szépen. Na nem a nyugdíj felé. Hát nem. Addig jó, amíg csak a szemünk konyul le. Na szóval egyébként átélni szereted a pillanatokat igazából, mondjuk a nagy pillanatokat, vagy pedig azt mondod, hogy elő a gépet, fotózzunk, videózzunk. Hát nagyon sokszor van, hogy ezt nem vettük fel, ezt nem fotóztuk le. Meg például megint a gyerekekkel tudok csak jönni, hogy azért van olyan pillanat, amit hol a telefon, most már mindegy, tehát, hogy nagyon sok mindenről lecsúszik az ember. Fényképezője. De az ember nem csúszik le, csak az ember nem, igen, az emlékezetben ott van. Hát a nagy pillanatok, tudom, hogyha megyünk olyan helyre, akkor nyilván a kezemben van a telefon, hogy tudom, egy esküvőn például, hogy tudom, hogy szeretnék fotózni, vagy egy klipforgatáson. Hát, vagy tényleg egy családi eseményen, most csak ezért kérdezem. Hát, vagy egy családi esemény. Nem úgy van, hogy a nagy pillanat, igazából, ha fotózod, akkor nem is vagy ott. Hát... Nem úgy van. Igen, de akkor... egyébként, ha hiszed, ha nem, én ilyen helyeken is, nem tudom, 8-10 darab képet, max 15-öt csinálok, és én utána nem foglalkozom ezekkel. Mert a keresztlányomnak volt, amikor volt a 20 éves születésnapja, akkor is mondtam, hogy jó, akkor most álljunk össze, torta, most akkor apu, gyere te is ide, jó, akkor a tesómék, akkor családi kép, jó, akkor most én is beállok, és kész. És akkor született 8 darab fotó. Milyen jó lenne a te esetedben például, hogyha lenne egy fotós, aki mindig ott van, nem? Nem lenne jó. Nem lenne jó? Nem. Nem? Nem. Miért? Én nem igény, mert nem igény. És akkor ő mindent lefotózna, amikor igény lett, szólsz neki, most gyere. Menjünk együtt, és mindig ott van, és akkor neked soha többé nem kell sehol fotózni, mindig ott vagy mindenhol lélekben, egész más Gabi lennél. Hát, igen, ebben is van valami, de kinek van mama már fotósa? Kinek van mama már fotósa? De egyébként a fotós személye szerinted mennyire van benne az elkészült fotóban? Hát szerintem nagyon. Tehát, hogy egy jó fotós szerintem mindig felkészül, és szerintem ez igaz arra is, hogyha mondjuk valaki engem fotóz, akkor pontosan tudja, hogy melyik beállításokat szeretem, mit szeretek. Hát sőt, valószínűleg kettőtök között jön létre a fotó, nem? Hogy hát igen, igen, végül is. Egymásból kihoztok valamit, és ő megörökíti. Igen. Amikor én fotózok, az egy ritka alkalom, mert nem vagyok elég fotós alkat. Igazából itt fotózok, itt rögzítem a dolgokat. Van egy pár dolog, amit lefotózok, már csak azért is, mert érdekes, vagy azt akarom, hogy később is meg tudjam nézni azt a fotót és emlékezzek rá. Mondj egy-két példát, ami érdekes, akár mondjuk egy technikai érdekesség? Egy technikai érdekesség, egy különleges motor, vagy egy különleges ház, egy különleges virág, egy szép ló, tehát bármi, ami úgy megfog abban a pillanatban, és amit úgy jó lesz visszanézni. Vagy egy élethelyzet, tehát egy különleges élethelyzet, amikor valahol nagyon jól érzem magamat, és azt a pillanatot megörökítem. De akkor ez ritka? Mert amúgy azt mondod, akkor legtöbbször fejben. Fejben. Akkor te vagy az az ember, aki jelen van, ugye? Én szeretem a pillanatot meg az életet megélni, tehát nem kívülállóként szerepelek az életemben, hanem benne vagyok erősen. De akkor, amikor nagy pillanat van az életedben, akkor te inkább szeretsz ott lenni. Így van. És lehetőleg nem is veszed elő a gépet, hogy fotózd, videózd, csak úgy a nagy pillanatot? Nem, mert úgy érzem, hogy akkor elszáll a pillanat. Tehát mire előkeresem a gépet, rávittem a fotóra, addigra kiestem abból a hangulatból, abból az életérzésből, és már lehet, hogy nem is élem meg ugyanazt. Úgyhogy
ott marad a zsebben, a kabátban, és ennyi. Egyébként én is így vagyok vele, de valószínűleg mi vagyunk a kisebbség szerintem. A legtöbb ember mindig valószínű kis képernyőn keresztül nézi. Na és hogyha téged fotóznak, akkor van egy olyan nézésed mondjuk, amit mindig alkalmazol? Nincs. Ezért is szokott rólam nagyon rossz kép sikerülni általában. Tehát nagyon rossz képek sikerülnek rólam, amit én úgy ítélek meg, hogy nagyon rossz. Tehát mondom, Jézusom, hogy nézek ki rajta, ilyen kövér vagyok. Már öregszem, és na jó, hagyjuk ezt, úgyhogy magamat nem is szeretem se fotózni, se fotóztatni. Se fotóztatni. Tehát, hát, most... ha lefotóznak, akkor nem mondom azt, hogy na, azt azonnal török, és semmi, hát ez vele jár a munkánkkal, tehát aki van erre egy mondás, most nem akar mondani, aki ennek áll, az viselje a következményeit. Na és hogyha most elképzeled, hogy most fog készülni rólad egy fotó, akkor beállítod magad úgy, hogy a lehető legjobb kép készüljön most rólad, és akkor mutasd meg kérlek, hogy amit most így le is lehet fényképezni, ez most az, akkor ez az. Nézegetni fényképeket szoktál néha olyat, hogy előveszed és régi képeket, nem tudom, papíron, vagy digitálisan, vagy Winchesterről? Papírképeim vannak nagyon sok, régi családi képek, a gyerekről is kis régi fotók, nagyszülőkről, van, ami ki is van téve otthon a lakásomban, bekeretezve. Rólam is vannak kint képek különböző előadásból, amik úgy szívemhez közel álltak, azokat szeretem kitenni. A motorjaimról csináltam egy fényképmontást, azt is kitettem. Tehát a fényképeket szeretem, és szeretem azon, ha jó és olyan élethelyzetet, egy régi emléket hoz vissza, ami nekem sokat jelent, akkor igen, szeretem, és szeretem ki is tenni őket. Hiába, hogy ugyanazt a pillanatot esetleg ketten-hárman megörökítjük, mindegyikünknek másképp sikerül, mert én úgy gondolom, hogy mindenki mást akar látni, és az a jó felvétel, ami azt a pillanatot tudja megörökíteni, amit én szeretnék látni, tehát az én szememben keresztül történjen meg az a felvétel, és az lesz az igazán jó. Érdekes egyébként, a gyerekekről is több ezer kép van. Van időd megnézni? Nincs. Na de leszek egyszer nyugdíjas, majd akkor lesz. De lehet, hogy nyugdíjasként már másfajta nyugdíjasok leszünk, és akkor majd azt mondjuk, hogy most is inkább fotózunk, szaladgálunk, mindent csinálunk, és akkor soha nem nézzük meg végül. Én inkább megélni szeretem a pillanatokat, a számomra fontos dolgokat, amiket más megörökít, hiszen itt mindig van, aki készít fotót. Mire előkeresem a gépet, ráállítom a fotóra, addigra kiestem abból a hangulatból, abból az életérzésből, és már lehet, hogy nem is élem meg ugyanazt. Úgyhogy ott marad a zsebben, a kabátban, és ennyi. Művészvilág sorozatunkban kortárs ékszerkiállításra hívjuk Önöket. Kortárs ékszer és képzőművészeti kiállítás volt megtekinthető Cellux címmel a Szentendrei Új Műhely Galériában. A kortárs művészi ékszer műfaján belül többnyire konceptuális, illetve a konceptuális és designer ékszer határán elhelyezkedő tárgyak alkották a kiállítás anyagát, amelyeket a kortárs képzőművészeti alkotások egészítettek ki fotók, installációk, videómunkák, intermediális művészeti alkotások formájában. A megnyitó Simkó Beatrix előadó művész performanszával kezdődött. Engedjék meg, hogy nagyon nagy szeretettel és tisztelettel üdvözöljem mindannyiukat itt az Új Műhely Galéria előtt, ahol a Cellux Problem Solved című kortárs ékszer és
képzőművészeti kiállítás megnyitására van módunk. Az a hihetetlen szerencse ért engem, hogy lesz egy szakavatott bevezetője ennek a kiállításnak, úgyhogy most talán megengedik nekem azt a luxust, hogy elmondjam, hogy hogyan is keveredett abba a helyzetbe a MANK, hogy immáron harmadik éve rendezhet kortárs ékszer tematikájú kiállítást. 3 évvel ezelőtt egy csodálatos kortárs ékszer készítő kolléganője lett a MANK-nak, a csapatunkhoz kapcsolódott Roskó Mária, aki debütálásként tulajdonképpen egy kiállítással igyekezett elmagyarázni nekünk, és megmutatni a szélesebb közönségnek és Szentendrének, hogy mi is a kortárs ékszer, hogyan is érdemes ehhez a tematikához hozzányúlni, és hogyan lehet világszínvonalú kiállításokat szervezni ebből. Természetesen fantasztikusan sikerült az első nekifutás is, éppen ezért döntöttünk úgy, hogy évről évre elővesszük ezt a témát, évről évre szerepeltetjük a kortárs ékszer köré rendezett koncepciót a kiállítási programunkban, és nagyon izgalmas volt figyelni, ahogy évről évre bővült ez a tematika. Az első évben kortárs ékszer jelent meg. A második évben már párbeszéd kísérletek születtek, ahol kiegészítésképpen megjelentek képzőművészeti alkotások is a galériatérben. És itt vagyunk a harmadik évben, ahol az elejétől fogva egy hihetetlenül erős és nagyon-nagyon sűrű koncepcióba rendezve, immáron társkurátorral kiegészülve Récsei Manyi személyében, együtt, közösen is folyamatos párbeszédbe állítva kerülnek a galériatérbe a kortárs ékszer műfajába sorolandó alkotások és a képzőművészet műfajába sorolandó alkotások. Mindezt azért hangsúlyozom ki ennyire, mert fogják látni a kiállításból, hogy ezek a besorolások lassan teljesen értelmét veszítik, és jövőre, ha minden igaz, akkor már nem fogom tudni úgy kezdeni a megnyitót, hogy egy nagyon szigorú kortárs ékszer tematikus kiállítást rendezünk. Egyszerűen minden évben van módunk hihetetlen magas minőségű, elképesztő, mély és hihetetlenül aktuális, tulajdonképpen generációs probléma térképet nyújtó kiállítást rendezni, és ha talán megengedik ezt a kis kitételt, hihetetlen büszkeség, hogy ezt saját kollégáink és saját magunk berkei között dolgozó kollégáink szállítják évről évre. A kiállítást megnyitotta Horányi Attila művészettörténész, műkritikus. Jó napot kívánok! Hát, hogy ez szakszerű és szakavatott lesz-e, abban azért én nagyon nem vagyok biztos. Már csak azért sem, mert azt tudom, hogy miről szeretnék beszélni, két dologról, a dizájnról, illetve a művészetről és a dizájnról ebben a sorrendben, de egy harmadik dologról viszont, tudjuk, a kiáltásról nem fog beszélni, úgyhogy... De azért nem fog beszélni, mert az az igazság, hogy ez a kiállítás azon a módon, ahogy elkészült Récsei Manyi és Roskó Mária munkájában, az azt gondolom, hogy magáért beszél, és itt nagyon csatlakoznék az elhangzott szavakhoz, hogy ez egészen fantasztikusan izgalmas, nagyon magas minőségű kiállítás. A koncepciója is nagyon, hogy is mondjam, magáért beszél, mindenki olvassa el azt a kis füzetet, vagy a Facebookon nézze meg a meghívót, abból elég sok minden kiderül, és nézze meg a képaláírásokat, abból is elég sok minden kiderül. Nem hiszem, hogy nekem most itt egyenként el kéne mondanom a műveket, vagy ahhoz valamilyen plusz kulcsot kéne adnom. Nem hiszem, hogy ez volna az én feladatom. Valami egészen másra gondoltam, hogy másról beszélnék. Szóval művészetről és dizájnról, méghozzá azért, mert azt hiszem, hogy a kiállítás címe, illetve mondjuk fókusza, Cellux és Problem Solved, kérdőjellel vagy anélkül, az eléggé ebbe az irányba mutat. Abba az irányba, hogy itt probléma megoldásról van szó, ami vagy a dizájnhoz kapcsolódna, és közben nagy kérdőjelekről, amik minthogyha a művészet tenné oda a dizájn mellé, vagy akár a dizájn ellenében, vagy ki tudja. Mint hogyha arról volna szó, hogy a dizájn megold dolgokat, és ehhez képest látszólag, felületesen, ugye valahogy így szól a
a meghívó szöveg is, és ehhez képest a mélyben a problémák ugyanúgy állnak, vagy ugyanúgy megvannak. Szóval, hogy erről a kettősségről szeretnék egy kicsit beszélni. És legelőször azzal a kérdéssel foglalkoznék, ami kicsit hülyén hangzik majd most itt, de hát Istenem, hogy miért csinálunk mi kortárs művészeti kiállításokat? Most ezt így nem direkt beteszem föl, és nem interjú formájában, de tényleg ezt a kérdést nekem több ízben föltette nyilvánosan, mármint nem nekem, hanem úgy felém is irányozva, Oltai Kata, és nem tudok elég hálás lenni ezért a kérdésért, mert azt gondolom egészen drámai fontosságú és jelentőségű. Tudnék azt kérdezi meg, hogy akkor, amikor olyan a világ, amilyen, olyan a kulturális intézményrendszer Magyarországon, amilyen, olyan a kultúra Magyarországon, amilyen, vagy akár a világban, amilyen, olyan a társadalom működése, olyan a mondjuk úgy, hogy mondjuk tágan értve a fogyasztásunk és az iparunk működése, amilyen, akkor tulajdonképpen az, amit mi itt kortárs művészet, akár kritikai kortárs művészetben művelünk, az egyszerűen egy vicc. És semmit nem ér el, semmit nem old meg, egyszerűen egy szépségtapaszt. Így is fogalmaztam meg magamnak, mint hogyha a szépségtapasztal fednénk el a keléseinket, kb. Olyan a kortárs művészet nagyon sok esetben. És az az érzésem, hogy ezt a művészeknek egy jó része, pontosan a kiállítóknak egy jó része, itt a művész az ugyanúgy jelenti az ékszertervező művészt, mint a képzőművészt, a szorosan értett képzőművészt, talán egybefolynak, talán összekapcsolódnak, hogy erről már volt szó, mint hogyha a művészek is pontosan erre reflektálnának, és ennyiben azért kitérek arra, hogy mi is az a kiállítás. Néhány mondat vagy mozzanatot csak véletlenszerűen kiragadva, hogy ha Lőrinc Réka ékszereit megnézzük, hogy ott mivel van társítva, a gyöngyök hogyan kapcsolódnak össze mondjuk műanyag tárgyakkal, ott esetben kis teherautókkal, és azokból hogyan lesznek brosok például, vagy láncok, vagy bármi hasonló, akkor pontosan erről van szó. Arról, hogy azt a ipari kultúrát, azt a fogyasztói tömegkultúrát és azt a luxust, ami mondjuk a gyöngyök világa, hogyan játssza ki egymás ellen például a Réka. Vagy, hogy egy egészen másik fajta művészt mondjak, a Csontó Lajos egyik képén egészen brutális egyenességgel néz ránk, és arra szólít fel, hogy kapart, ha fáj. Vagyis, hogy ne elégedj meg azzal, ami a felszín, hanem menjél sokkal mélyebbre. Akkor is marad a kérdés persze, hogy mindez mit old meg. Milyen problémát szüntet meg itt bármi? Vagy szóval a kortárs művészetben egyáltalán. És lehet mondani, hogy a design az többek között azért jött létre, hogy megszüntessünk problémákat. A probléma megoldásnak mondjuk úgy, hogy a terepe a design. A design gondolkodás, vagy hogy ezt manapság mondják már mindenhol, a design thinkingnek az egyik célja, feladata arra jött létre, hogy egy néhány lépésben detektálja, megértse a problémákat, és aztán azokra megoldásokat kínáljon, és ezek lehetnek az a kérdés, hogy hogyan kell a mank arculatát megtervezni, és lehet az a kérdés, hogy hogyan kell tiszta vizet nyerni olyan helyeken, ahol egészen elképesztően szennyezett a víz. És itt beszélnék egy pillanatra a Celluxról. A cellux, hát ezt gondolom, nem tudom, ki mindenki tudja ezt, én nekem után kellett nézni, hogy mi az a cellux, azon túl, hogy mindig is használtam. És az derült ki a számomra, hogy a cellux az egy sok szempontból egy probléma megoldás, egy probléma megoldott dolog volt. Szóval volt egy cég, amelyet úgy hívtak, vagy úgy hívnak a mai napig, hogy 3M, ami Minnesota Mining Manufacturer, vagy valami ilyesmi volt a harmadik M benne, és ez a század eleje óta, mármint a 20. század eleje óta létező cég. És tulajdonképpen ilyen bányászattal, meg ez hasonlókkal foglalkozott, és eléggé nem ment ott a dolog. És aztán egy ponton, valamikor a 20-as években, mert viszont nagyon erősített, nagyon támogatták a kísérletezést, és egy ponton egy Richard Drew nevű ember föltanált valamit, tudnilik föltanálta azt a
ragasztóanyagot, vagy szóval kikísértezte azt a ragasztóanyagot, amit föl lehetett tenni egy valamilyen papírfélére, és amivel lehetett maszkolni. És ez először erre a maszkolásra volt szükség, mert hogy akkor az autókat általában két színre festették, és azt, hogy ez pontosan és világosan váljon el az a két szín egymástól, ez szükség volt valami, hát ma is mindig használunk a szobafestésben is, én is, ez a maszkoló. Na és ezt akkor kitaláltam, mert volt egy probléma, meg akart oldani, és megoldotta így. A scotch tape-nek hívják egyébként ezt, és ennek az az oka, hogy ereinte nagyon kevés ragasztót tett rá, és az autó karosszériával foglalkozók idegesek voltak, hogy mindig lemállott ez a masking tape a kocsiknak az oldaláról, és azt mondták, hogy olyan skótul bánsz te ezzel az anyaggal, hogy semmire nem jó. Ezért lett scotch tape egyébként. És aztán később ezt egy cellofánra is alkalmazta, és a cellofánra alkalmazott ragasztóanyag az lett tulajdonképpen a Cellux. És a Cellux az egy rettenetesen divatos dologgá, és rettenetesen fontos dologgá vált, ami a 3M nevű társaságot hihetetlen kiemelte abból a gyötrelemből, amiben mondjuk a 20-as évekig volt, és elképesztően javadalmazó cégét tettem, a nem tudom hány milliárd dollár az éves bevétele, és 60 ezer különböző terméket állítanak elő. Ez valahol azon a ponton indult el. A Cellux ráadásul azért is, nem csak azért volt probléma megoldó, mert megoldotta a gazdasági problémát, hanem azért is, mert megoldott egy másik problémát. Azt a problémát, hogyha eltört valami, azt össze lehetett celluxolni, össze lehetett ragasztani ilyen, hát eléggé ilyen béna módon, de mégis. És erre azért volt szükség, mert ott volt a gazdasági világválság, a 30-as évek elején járunk, és egész egyszerűen nem volt pénz új dolgok vételére, a Cellux az pontosan ezt segítette ki, megoldotta azt a problémát, hogy ha valami eltört, akkor mit kell csinálni. Más kérdés, a Cellux előállítása az iszonyatosan, és más 3M termékek előállítása iszonyatosan környezetszennyező volt. Bizonyos értelemben erre is igaz az, ami annyi minden másra, amit a design az elmúlt 100-150 évben létrehozott, hogy miközben megoldottunk egy csomó problémát, iszatos mennyiségű újabb problémát generáltunk. Lehet azt is mondani, hogy a 21. század dizájnjának a fő feladata az, hogy a 20. század dizájnjának az összes bűnét azt megpróbálja helyreállítani és rendbe rakni. És a 3M erre is egyébként egy érdekes példa. Ők az összes környezeti terhelésű, főként így ebből a Celluxból és hasonló ragasztanyagokból származó környezeti terhelésű kibocsátásokat radikálisan csökkentették, valami 70%-kal azt hiszem, hogy a csökkentették a emissziót és a egyéb mérgező anyagoknak a kibocsátását. Vagyis ilyen értelemben ők, mint dizájnerek, ők, mint gyártók megpróbálták feldolgozni és megszüntetni azt a problémát, amit a saját dizájnjuk egyébként okozott. A Cellux az nem csak természetesen, nem csak a nagy világgazdasági válság összefüggésében volt fontos, tudjuk, hogy az eltört tárgyakat összeragasztotta, hanem egy másik összefüggésben is. Abban az összefüggésben, és ez a mai napig így van, hogy rettenetesen gyorsan lehet a segítségével dolgokat egymás mellé tenni. Ha úgy tetszik, kollázsokat létrehozni, vagy tényleges kollázsokat, vagy gondolatkollázsokat. Egész egyszerűen kitépni egy papírt egy újságból, egy cikket egy újságból, egy képet, mellé rakni valami mást, és egész egyszerűen ott kialakítani mondjuk egy, ma így mondanánk ezt, egy mindmapet. Ez annak idején a Cellux-a, meg persze a gombostűvel, meg persze a rajszöggel, de ennek segítségével tudott történni. Az igazság, hogy a gondolkodásunkhoz, össze nem tartozó dolgok egymás mellé illesztéséhez, amely a gondolkodásunkat radikálisan tágítja, a boxból, a dobozból való kitekintésünket és kilépésünket radikálisan segíti, ez a Cellux-ra, konkrétan a Cellux-ra, és a Cellux-ra, mint egy sajátos médiumra, mint egy paradigmára volt szükségünk, nem véletlen egyébként, hogy a Cellux-nak egy ilyen furcsa kis tesója, a Post-it,
Az ugye a design thinkingnek az egyik legalapvetőbb eszköze. Annak segítségével szoktunk gondolkodni, mind mapeket létrehozni. Ugye ők azt is a 3M találta ki, ugye ott meg az a történet, hogy egy olyan ragasztót akart valaki csinálni, ami szuper erős, és sikert neki egy szuper gyönge ragasztót létrehozni, amit le lehet venni, és újra föl lehet ragasztani, és ez valami hihetetlen történet volt. Néhány év kellett, amíg átment a köztudatba, de a 70-esekben ez megtörtént. Ez is ezt a gondolkodást segítette, egymás mellé tenni, és aztán újra rendezni dolgokat. Ami nem más, mint, ha a képzőművészetre mindezt lefolytjuk, mint egy teljesen másfajta módon elkezdeni gondolkodni a művészetről, mint hogy korábban tették. Korábban úgy gondolkoztak, hogy a mű az megterem itt a fejben, vagy a fejben és a kézben, és mondjuk úgy, hogy organikusan, kvázi szervesen fölépül. És azt gondolom, hogy a kollázs és az ezt lehetővé tevő eszközök, azok pontosan azt mutatták meg, hogy nem csak így jöhetnek létre művek, hanem a radikális szembeállítással, vagy a nagyon, nagyon különböző típusú anyagok, témák, gondolatok egymás mellé rendezésével, az adhoksággal, a véletlenszerűséggel, az esetlegességgel. Ez a 20. századnak az egyik kulcs gondolata volt, azt gondolom, az esetlegesség és a véletlenszerűség, mint a művészet formálója. És akkor szeretnék visszatérni a nyitó kérdéshez, hogy most akkor mindezek után végül is most szükség van kortárs kiáltásokra, vagy nincs szükség kortárs kiáltásokra. Egy csomó problémát megold a design, egy csomó problémát okoz a design. Aztán ezeket újra megoldja. A designban azt tanítjuk, hogy gondolkozzunk a dobozon kívül, de azért általában mégiscsak a dobozban gondolkozunk, és azok azt az öt lépést követjük nagyon sokszor, amelyet a design thinking nekünk előír. Meghatározott anyagok vannak, meghatározott formák vannak, és persze ellépünk ezektől, és jönnek néha újra, meg új ötletek, de egy csomó minden mégiscsak programozott ebben az ügyben. Nagyon is racionális. Mindig van egy kis intuíció, de nagyon is racionális dolog. És én azt gondolom, hogy abban a világban, amelyben élünk, abban a kortárs kiáltásokra azért lehet szükség, mert valószínűleg nem oldanak meg semmit, de ezt tudatosítják bennünk. Föltesznek nekünk olyan kérdéseket, amelyek elől nem feltétlenül tudunk elfutni. És hogy a művészet, a kortárs művészet, a jó kortárs művészet, ahogy a jó kortárs irodalom is, meg kortárs zene is, ebben erős azt gondolom, hogy egyszerűen szembesít minket a létezésünk alapjaival, és azzal, hogyan is állunk. Hogy nem egyszerűen azzal foglalkozunk, hogy most megoldunk egy egyszerű problémát, ezzel is persze, hivatásszerűen, de ezen túlmenően valahogy azzal, hogy mégis miért jött létre az a probléma. Mit keresek én abban a problémával? Mit keresek én abban a problémában? Hogyan érint ez engem? Hogyan érint ez másokat? Egyáltalán mit csinálunk mi itt így együtt? És azt gondolom, hogy a kortárs művészetnek, ha van fontos szerepe, képzőművészetnek és nem képzőművészetnek, akkor pontosan ez, hogy folyamatosan fölvessen olyan kérdéseket, amelyeket az üzemszerű, racionális gondolkodás nem tud, nem akar, nem tehet meg, hogy föltegyen. Azt hiszem, hogy ez a kiáltás, amit mögöttem van, az pontosan ilyen kérdéseket tesz föl. Mind az összes kiállító, nem számoltam össze, hogy hányan vannak, 14-en talán, 11-en, egy kicsit eltúloztam. Mind a 11 művésznek az összes műve olyan, más és más módon, hogy egyszerűen, ha nézzük, ha fókuszálunk, ha átéljük, akkor kicsit önmagunkkal, vagy nagyon önmagunkkal szembesíthet minket. El kell oda jutni persze, és valószínűleg nem a megnyitó pillanata lesz az a helyzet, amikor oda eljutunk. Mindenkit arra biztatnék, hogy jöjjön neved újra, és nézze meg ezeket a munkákat újra, nézze végig Szirtes János videóit egytől egyig, mert elképesztő azt gondolom az, amit ő ott letett. Egyszerűen merüljön el mondjuk Bencz úr MSM munkájában, mert gyönyörűséges a videója is, és radikálisan rákérdez egy halom dologra, és sorolhatnám a többi művészt is. Azt hiszem, hogy abban segítenek ezek a művek, hogy újra föltegyük azt a kérdést, hogy végső soron mit is keresünk mi itt, ebben az országban, ebben az életben, hogyan tudunk ebben egy kicsit átéltebben működni. Szeretném megköszönni
minden kiállító művésznek, aki a kurátorok kérésének elegettéve vállalkozott a mai kiállításon való szereplésre. Köszönjük tehát Bagyas Erikának, Bencúr Emesének, Csontó Lajosnak, Égi Marcelnak, Fábián Veronikának, Huber Kingának, Kis Juditnak, Lőrinc Rékának, Szirtes Jánosnak, Tengely Nórának és Zámori Eszternek, hogy kiállító művészként üdvözölhetjük őket ma. És nem lehet elégszer megköszönni a kiállítás két kurátorának a munkáját, Récsei Manyi és Roskó Mária kurátori munkáját is ezúton is köszönjük. Úgy kerültek kiválasztásra ezek az alkotások, amelyek a tárlaton szerepelnek, hogy egy nagyon erős és egy nagyon-nagyon konkrét kurátori koncepció alakult ki. A kiállításnak két kurátora van, Roskó Mária és Récsei Manyi, akik együtt összeállították ezt a sokszínű anyagot. Marcsi felelt az ékszer szekcióért, hiszen ő maga is ékszerkészítő. Manyi pedig a falakon látható képzőművészeti alkotások válogatását vállalta magára, de a koncepciójuk az közösen alakult ki, és emmentén válogatták ki az alkotókat és alkotásaikat. Elképesztő párhuzamokat sikerült föltárniuk, hihetetlen párbeszédhelyzetek jönnek létre, úgyhogy azt gondolom, hogy a kiállításon szereplő munkák magas minősége és izgalmas mi volt a mellett, itt nem mehetünk el szó nélkül a mellett, hogy milyen magas minőségű kurátori munka jellemezte ennek a kiállításnak az összeállítását. Alapvetően első körben a kortárs ékszer tervezők alkotásai voltak meg így a fejünkben, és nagyjából én akkor kerültem a képbe, mint társkurátor. Vegyes a kép, van akinek például a Szirtes János videóalkotásai, amik második emeleten láthatóak, azok a fejemben voltak, tehát amint megláttam a kortárs ékszer műveket, tudtam, hogy a János munkáit szeretném ezen a kiállításon látni. Csontó Lajos például, neki tehát személyesen nagyon jó ismerősök vagyunk, ismerem a munkásságát, és amikor megkerestem, akkor neki teljesen egyértelmű volt, hogy erre a kiállításra, koncepcióra szeretne egy új alkotást csinálni. Tehát nekünk is meglepetés volt, hogy tulajdonképpen ő mit hoz a kiállításra. Bencúr Emese munkája például, a Let It Shine, illetve a két Let It Shine, az abszolút egy ilyen kutató munkával megtaláltuk, és annyira a koncepcióba vágott, hogy kihagyhatatlan volt, hogy ezek a munkák itt szerepeljenek. Szerintem nagyon érdekes az átmenetet megfigyelni, ami egyrészt olyan szempontból jelenik meg, hogy az ékszerek átfolynak a képzőművészet műfajába, és a képzőművészet az ékszer készítésnek a technikáit használja föl, tehát például Bencúr Emesének a Let It Shine című műve, az fülbevaló hátuljakból épül föl, tehát így rajzolódik ki a felirata a műalkotáson. A Cellux cím egyébként csak utólag ragadt rá a tematikánkra. Alapvetően olyan talajon szerettünk volna mozogni, ami a társadalmi problémák, énkép, testkép, önreflexió, betegségkép, betegségtagadás, hasonló dolgokkal foglalkozik, és a Cellux cím az utána keletkezett, tehát nem a Cellux volt a kiinduló, és nem az újrahasznosítás, most nem, itt nem ez a, mert sokan erre gondolnak. A Cellux itt inkább arra utal a probléma megoldás módjára, hogy ezeket a problémákat, amiket most az előbb említettem, kezeljük, és hogy mennyiben kezeljük ezeket a problémákat, illetve ezeket mennyiben tekinthetjük megoldott problémáknak. Fábián Veronika projektje abból indult ki, hogy megvizsgálta, ő tulajdonképpen egy kutatást végzett arról, hogy mik azok a mindennapi tárgyak, amik összekötik az embereket, főleg most a pandémia időszakában, és ezekből a tárgyakból készített ékszereket, és ebből a projektből ez az egyik sorozatból egy részlet, tehát vannak olyan nyakláncok is, amiket üveget szeletelt föl, és abból készített el, illetve ezek igen ilyen üvegvégek, amik gyűrűként funkcionálnak, és egyébként bele is lehet
tölteni italt, tehát nem mérgező műgyantával készültek, és ezt egy videó is reprezentálja a kiállító térben. Lőrinc Réka, amikor a, tehát az értéknek a különböző relatív fogalmat, tehát hogy mit tekintünk értéknek, és hogy az milyen szituációkban ténylegesen érték, és ez jelenik meg például Lőrinc Réka több alkotásában is, amikor a WC-n húzunk le egy adag gyöngysort, illetve a gumikesztyűn műkörmök jelennek meg, ez már nagyon az ékszer határterülete, de még mindig ehhez a tárcsoporthoz tartozik. A kiállításon a határterületek elmosása, nem mondom, hogy cél volt, szerintem ez a mi fejünkben abszolút így él, tehát a képzőművészet és kortárs ékszer műfaját sem tekintjük egy ilyen rettentően szigorúan besorolt műfajnak, mint ahogy egyébként több alkotó munkája akár a másik műfajba is sorolható lenne. És ugyanez vonatkozik egyébként a videóinstallációkra, vagy objektekre, vagy installációkra. Szerettük volna feszegetni egy picit a határokat. Nem érzem azt, hogy ez polgárpukkasztó módon fölvett dolgokat, és akár azt is, hogy ezt milyen műfai kereteken belül lehet megmutatni ezeket. A kiállítás kuratorai egyre bátrabbak és bátrabbak, ami azt jelenti, hogy olyan ékszereket válogatnak erre a tárlatra, ami egyre távolabb és távolabb kerül a hordhatóságtól. Tulajdonképpen ez az izgalma a kortárs ékszer műfajának, hogy eltávolodott attól a szociokulturális jelző közektől, amire egyébként az ékszerhordás nap mint nap szolgál. Eltávolodik az emberi testtől, ami autentikus közege az ékszernek, és a galéria térben autentikus műalkotásként, egyedi alkotásként, saját jelentésrétegekkel igyekszik hozzánk szólni. Ez a tárlat abban is különleges, hogy nem csak a kortárs ékszerekben, hanem tulajdonképpen a kortárs képzőművészet legjavát is felvonultatva jár körbe egy problémát, és a mostani problémafelvetés az egy olyan tulajdonképpen látleletet ad, ami egy generációs probléma térképként is értelmezhető. Provokatív lett ez a kiállítás, sokrétű, sokszínű lett ez a kiállítás, úgyhogy nagyon várjuk, hogy hogyan fogják fogadni az új műhely galériába látogatók. A magyar jazz élet egyik meghatározó, külföldön is rendszeresen koncertező művészét, Bágyi Balázst, dobost és zeneszerzőt, illetve zenekarát hallhatják. Amit ma elő fogunk adni ennek a sorozatnak a nyitó koncertjén, az az együttesnek a 2020-as című lemeze, ezt tavaly komponáltam, illetve hozzáveszünk még majd két számot, fogom majd mondani a címeket, amiket pedig az idén írtam, és az már egy újabb lemezen fog megjelenni hamarosan. Az első kompozíció címe az, hogy Rubato Prayer, fogadják sok szeretettel. Thank you.
Thank you.
köszönjük szépen, ez a darab a Lyric Song nevet viselte, és most következzék egy elvetemültebb nóta, az a cím, hogy Gimme Five. Thank you.
Hey!
van még hátra a mai koncertből, de az ott ez. Azért vettem a végére. Dezső, bemeleg egyet. Mind a kettő a Repetition nevet viseli, és nagyon elmés a címmel, Repetition 1 és Repetition 2. Fogadják sok szeretettel. Ákos tészta. Thank you.
Kedves nézőink, a Pomász TV adása véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Az ismétlést megnézhetik szeptember 15-én 22 órakor, szeptember 16-án 10 és 18 órakor, valamint szeptember 20-án hétfőn 21 órakor. Ne feledjék elérhetőségeinket. Címünk Pomász Petőfi Sándor utca 66, telefonszámunk 0626 326 117, e-mail címünk pomasztv@pomasztv.hu. És weblapunk címe, ahol adásainkból is láthatnak részleteket, www.pomasztv.hu. Illetve ne felejtjék azt sem, hogy adásaink már a YouTube és a Facebook oldalán is elérhetőek. Munkatársaim nevében is kívánok Önöknek további kellemes időtöltést, találkozzunk az ismétlések alkalmával is, viszontlátásra!